Már csak néhány nap van hátra az idén immár egy csoportos NB2-es pontvadászat rajtjáig. Városunk csapata, Gyirmót FC is lázasan készül a bajnokságra. A keret teljesen átalakult, több új fiatal játékos került a csapathoz. Sisa Tibor célja az első évben mindenképpen az erős csapategység kialakítása lesz. A klub egyelőre nem fogalmazott meg konkrét célt a csapat előtt, de Sisa mester reméli, hogy a gárda bravúrokra is képes lesz. A vezetők nagyon korrektül jelezték, hogy nem várnak minden áron csodás szereplést az első évben, ami érjen össze egy olyan csapat, ami egy jövőben mutató és perspektívikus csapat lesz. Én látom ezt a fantáziát, hogy ebben a csapatban ez megjelenik. Jól sikerült a ráhangolódás a 2013-2014-es szezonra, hiszen a Gyirmót már lejátszotta első mérkőzését a Magyar Kupában a hétvégén. A Vasas elleni összecsapáson 2-0-ás győzelmet arattak Sisa Tibor tanítványai. A két hónap tapasztalata kifejezetten jó, tehát azt látom, nagyon jól dolgoztak a játékosaink, igyekeztek mindent megvalósítani. Természetesen nincs olyan edző, aki még nem gondolná, hogy jó lenne még egy picit, ugye, hogy még egy kicsit csiszolódjon jobban, mert ezt tudomásul kell venni, hogy egy teljesen idézőjelben, teljesen új csapattal, új edzővel azért az mindenképpen egy hosszabb távú folyamat, amíg ez összeérik és összeáll. A hétvégén, pontosabban a csapat szempontjából szombaton megkezdődik tehát az NB2 küzdelem sorozata. Az első ellenfél a tavalyi évben a keleti csoportban 6. helyen végzett Szolnok lesz.